Kétségtelenül ez csak egy lehetőség, elméleti lehetőség, de ezt az egész intézkedés sorozatot így kell nézni, hogy voltak ott bizonyos jogszerű elemek, illetve felmerültek jogszerűtlenségének. Hát azt, hogy a jogszerűtlenséget végül is megállapítják, vagy nem állapítják meg, azt nem tisztem megmondani, de nyilvánvaló véletlenül nem egy-két eljárás indult ezzel kapcsolatban más eljárás keretében. Az egész rendőri intézkedésre jutott ez egyen. Tehát a bíróság döntése az ez, és ezen alapul, hogy a jogszerű intézkedésnek és a jogszerű intézkedés ezen határok közt értelmezve, amit mondtam, mindenki köteles eleget tenni, ez ugye a jogállami működés egyik alapja. Kétségtelenül elvárunk az is, és erre is utalni kell, pont a videó kapcsán, hogyha történik valami és lezajlik egy ilyen, akkor elvárható a rendőrség részéről az, hogy azokat a dokumentumokat hiánytalanul bocsáss mind a bíróság, mind ombudsman, mind független rendészi panasztestület rendelkezésére, amelyek ezek az egész intézkedés jellemezték. Nem tudom, hogy ennek a videó felvételnek mi az oka, hogy erről hiányzott az a 3 perc. De mindenképpen, ha valaki ezt megnézi, ez egy visszaesés elmondható. Tudtuk ezt pótolni, nem sok akkora jelentőség, hogy nézni egy másik videót, de ha becsatolunk egy videófelvétel a rendőrség részének az a cím, hogy Vona Gábor előállítása, akkor azon legyen rajta Vona Gábor előállítása. Ne pedig az legyen, hogy amíg oda megy, és amikor már bilincsbe visszük el, hanem a közötte lévő történetet is akkor lehessen megtekinteni. És ne kelljen más bizonyítékot beszerezni, mert bizony az egyik oldalról elvárjuk az állampolgároktól, hogy igenis a rendőrintézkedést tegyenek eleget, de a másik oldalról is akkor bizonyos követelményeket én magam a rendőrséggel szemben megfogalmazunk az intézkedésekkel összefüggésben, illetőleg az esemény utáni hát, kivizsgálással összefüggésben is. Mondom itt ezt a hiányosságot, tehát lehetett pótolni, de kétségtelenül nem szerencsés, hogyha ha ilyenekkel találkozunk bírósági eljárás során, mert ez problémát jelenthet akár tényes tisztázás során, másrészt egy állami szervtől működés összefüggésben ez elfogadhatatlan, hogy nem a teljes dokumentáció bocsátja a bíróság rendelkezésére, vagy annak a szervnek a rendelkezésére, aki ezt az ügyet kivizsgálja. És most nem csak bíróságról van szó, mert ombudsman is tett ilyen utalást, és talán a független rendészeti panasztestület is. Úgyhogy a bíróság döntésének röviden ennyi az indokolása. Természetesen a bíróság írásra foglalja a döntését, a szabálysértési hatóságon keresztül fogja megküldeni az eljárás alá vonatkozó illetőleg a védőnek. Itt még azt rögzíteni kell, és hát, de ez eddig is ismert volt, hogy az eljárás alá vonatkozó személyes mentességet élvezett eljárás, ugyanakkor a személyes mentességű írásban lemondott, tehát ezért nem volt akadály a szabálysértési eljárás folytatásának. Mert ezt még mindenképpen el kell mondani. Úgyhogy a tárgyalást akkor berekeztem, és akkor el lehet távozni.